Én nem tudom, hogy én nem hiszem azt, hogy a magyar televízió néző azért erre nagyon vevő lenne. Tehát kimondottan erre a fajta humorra. Az, hogy ezek, ugye mert a páros másik fele, az a másik nap, ugye meg egy napilapban megjelentetett egy cikket, hogy őt nem érdekli, hogy én őket följelentem, mert én ezt úgyis a saját magam népszerűsítésére szeretném felhasználni. Na, ettől még jobban berágtam. Ez egy vidám jelenet volt. Azt gondolom, hogy aki közszereplő, az tűrjön. Hát nyilván mi is kapunk, mindenki kap hideget, meleget, tehát azért azt gondolom, hogy ez nem új keletű egyfelől. Másrészt én nagyon sok külföldi műsort nézek Európában, Amerikában. Sokkal a keményebb és bevállalósabb dolgok vannak. Tehát mi még mindig gyerekcipőben járunk ezen a téren, és semmi probléma nincs. Tehát itt még Magyarországon mindig óvatoskodunk, nem lehet semmit kimondani, meg nem mondjunk ki, jaj, meg ezzel vigyázunk. De közben ezek a problémák vannak, ezeket látjuk, ezeket éljük és tapasztaljuk nap, mint nap. Tehát én azt gondolom, hogy szerintem fel kéne nőni ehhez, hogy igen. Tehát egy picit azért toljuk ki a tűrés határt, pláne hogyha vállalunk valamit, adjuk az arcunkat nyilvánosan Magyarországon, mindegy milyen műfajban, legyen az politika, legyen az humor, legyen az műsorvezetés, televíziózás, viseljük el, azt gondolom, viseljünk el többet. Abban már viszont nem értettem egyet, hogy ahogyan. Tehát ők itt vannak tévhitbe a paródiának a fogalmával, mert ha ő valakit utánoz, úgy hangilag, mint külsőleg, az viszont úgy hívják, hogy transvestita. Tehát a transvestita nem azt jelenti, hogy női ruhába ugrálok, meg férfi ruhába, hanem azt, hogy átváltozó művész. Tehát akkor ő egy átváltozó művész, gyakorlatilag ugyanazt, amit én csináltam 30 évig. Tehát akkor mi is a kettőnk közti különbség? Csak annyi különbséggel, hogy én bejártam a világot, és érdekes módon nem kellett senkit megsértsek, nem kellett trágárul beszéljek, addig, amíg ők ezt viszont művelik. Idu Péter hívott fel, hogy az adás után ő kapott egy levelet tőle, egy elektronikus levelet, amelyben akkor leírta, hogy fel van háborodva, és hogy kikéri magának ezt a dolgot. És akkor hát mondtam, jó. És akkor én válaszoltam neki egy közösségi oldalon, gyakorlatilag elmondtam ugyanezt, hogy én azt gondolom, hogy többet kell eltűrni Magyarországon, meg hát én nem éreztem semmi ilyen formában sem bántónak, sem sértőnek. Most képzeljük el azt, hogy a Csortos, a Kabos, a Latabár és a Körmendi, tehát sorolhatnák itt még 100 humoristát, kabarit embereket, a Hoffit, aki aztán tényleg borotva, élen, táncolva mivelte ezt a dolgot, soha nem volt sértő, soha nem alázta meg azt az embert, és mégis sikeresek voltak. Most kérdezem én, ezek az poénok, 20 év múlva poén lesz, én nem hinném, lehet, hogy aztán én vagyok konzervatív, de inkább szeretnék ilyen maradni. Én azt gondolom, nekünk az a dolgunk, hogy felvállaljuk, tehát szerintem egy humorista azért van, tehát átalakult. Hát most mondjam azt, hogy Hoffi Géza, aki ennek a műfajnak vagy szakmának a leges, legnagyobbja volt, és tényleg egy pótolhatatlan zsenie, hát ő nála szókimondóbb ember azért kevés volt. Én soha nem hallottam annak idején, hogy ott bárki perelné, vagy bárki támadta volna, vagy ez semmi ilyen nem volt. Ráadásul akkor még egy sokkal keményebb rendszerben hangozhattak el ezek a dalok, vagy dalok. Meg a sztárbűvöletben élek, tehát keresztpromóval. Tehát, hogy ennyire ilyen vagyok. Na, de visszatérve az egész történetre. Szóval, hogy az ő szájából ugye egy egész más rendszerben hangoztak ezek a mondatok és poénok, amik tényleg kemények voltak, tényleg oda csaptak, de azt gondolom, ez ma is működik. Ma átalakult a világ, nagyon-nagyon sok arc van, nagyon-nagyon sok téma van. Hát ugye ami a ma hír, az holnap már történelem, tehát állandóan minden pörög, és igenis kapjuk nagyon sok helyről, kapunk véleményeket, hozzászólásokat, témákat, és szerintem az emberek elvárják mondjuk attól, aki kiáll, hogy igen, egy picit hát úgy mondja oda, tehát pláne egy paródia esetében, akkor görbetükröt tartunk valami elé, hogy igen, az legyen szókimondó, mert hát most, ha kedveskedünk, akkor szerintem az nem,
a műfaj lényeg volt az, hogy igen, jól oda mondani, úgyhogy mi ezt továbbra is vállaljuk.